Minket zavarni szokott a sok apró gaj az úton, de ez a madaraknak egy igazi kincses bánya. Például a fekete rigó ilyen apró gajakból építi a fészkét. Tavasszal mind a térről itthon maradt, mind a vándorútról hazatért madarak fészeképítésbe kezdenek. Ehhez legtöbbször bokrok rejtekét választják. Ez itt egy fekete rigófészek. Apró gajakból, mohákból, gyökérdarabokból szokták rakni, belülről gyakran kibérelik még sárral is. Ez most éppen lakatlan. A fekete rigó, de a cinkék és a seregélyek is úgynevezett részleges fészekhagyó madarak. Ez azt jelenti, hogy egy idő után kinövik a fészket és kiugrálnak belőle. De még nem elég nagyok és még egyedül nem tudnak enni, úgyhogy ilyenkor megbújnak a környező bokrok alján, és jönnek a szülők és még hozzák nekik az ennivalót. Úgyhogy, hogyha láttok ilyen kismadarakat tavasszal a bokrok tövénél, ne szedjétek össze őket, mert még gondozzák őket a szüleik. De vannak olyan madarak is, akik azonnal elhagyják a fészket. Ilyen a legtöbb vízi madárnak a fiókája, például a vadkacsáé. A kiskacsák, ahogy kikelnek a tojásból, pár óra múlva már követik is a szülőket a vízen. És vannak a fészek lakó madarak, ők azok a fiókák, akik csak akkor hagyják el a fészket, amikor már tudnak magukról egyedül gondoskodni. Egyértelmű jele, hogy kikeltek a fiókák, hogyha ilyen tojáséjakat találunk. Ez például egy énekes rigónak a tojása. De ha itt egy tojás, akkor valahol kell lenni fészeknek is. Meg is van. El is megy gyorsan, ne zavarjam a költést.